77 éves lett a magyar táncmozgalom egyik elindítója, Sebő Ferenc. Ennek kapcsán hívták meg beszélgetésre, ami nem is indulhatott mással, mint a művész megköszöntésével, majd Bakonyi István, József Attila díjas irodalomtörténésszel hallhattak beszélgetést az érdeklődők a Szent Imre teremben. Olyan zenész a mai vendég, aki tényleg a magyar kulturális életben nagyon kivételes szerepet játszik a táncház mozgalomban, a vers megzenésítésben, és maga is tudományos kutatással is foglalkozik, már ami a népzenét és a népvezetet illeti. Hát arról nem is beszélve, hogy Székesfehérvárhoz is sok szál fűzi. Ahogy azt az este folyamán megtudhatta a közönség, a Kossuth díjas énekes, zenész és népzenekutatónak a Szent István művelődési házban volt az első fellépése. De nem csak ez az egy szálköti városunkhoz, mivel gyerekkorát is itt töltötte, valamint klasszikus zenei tanulmányait is Székesfehérváron kezdte meg. Itt nőttem fel, gyakorlatilag kamaszkorom, itt a gimnáziumnak a harmadik osztályában költöztünk fel Budapestre, és különösen ez az épület, ahol az első színházi fellépésem volt, mert 6-8 éves koromban itt játszottuk egyszer egy Királyfit a nagy teremnek a színpadán, a Turzó Sári néni tánciskolájának a növendékével. Úgyhogy meg aztán itt tartottunk táncházi tanfolyamot is ebben a nagy teremben. Úgyhogy sok minden történt, ami engem ide köt. A beszélgetés a Csóri Sándor Társaság szervezésében jöhetett létre. Az esemény sikerességét és a művész népszerűségét az is bizonyította, hogy a Szent Imre terem zsúfoltságig megtelt.